Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban lehozzuk a csillagos eget a földre, okosodunk az István Király iskolában, majd karácsonyi díszek készítésével hangolódunk az adventre. Tartsanak velünk! Utazó planetárium, távcsöves bemutatók, előadások. Izgalmas eseményekkel várt az érdeklődőket november közepén az SKKK. A csillagászat jegyében telt november 2. hétvégéje az SKKK-ban. Mars a tópartra címmel előadásokat, teleszkópos és szabadszemes csillagászati bemutatókat tartottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt november 12-én és 13-án. A mai nap folyamán délelőtt óvodás és iskolás csoportok számára a Budapesti Utazó Planetárium látogatott el hozzánk, és ők vetítenek le ismeretterjesztő rövid kis filmeket, majd utána a 4. emeleten a csillagvizsgálót is megmutatják a Terkán Lajos bemutató csillagvizsgáló munkatársai. Délután 18 órakor pedig egy kerekasztal beszélgetésünk lesz, ami szintén az űrben található életről fog szólni. Major Abigail a Vasvári Általános Iskolából érkezett a Székesfehérvári Közösségi Kulturális Központba. Ő és elsős osztálytársai épp az Utazó Planetárium ismeretterjesztő rövid filmjét nézték meg. Mit láttál bent ebben a tudorékban? Egy tündérről és egy manóról szólt. És mit csinált a tündér és a manó? Elmentek utazni egy űrlénnyel. A földszinti szürke buborékos sátorban megnézett kisfilm után a programok az épület 4. emeletén folytatódtak. Itt fönt egyrészt a kicsik, akik az Utazó Planetárium műsoráról kijönnek, azok följöhetnek, megnézhetik fönt a nagy távcsövet. Itt a szakkörű szobában különféle szemléltető eszközöket megnézhetnek, hát némelyiket a kezükbe is vehetik, és hát kérdezhetnek, ugye ez a talán a fénypontja a dolognak, hogy kérdezhetnek, és akkor megmutatjuk nekik, hogy mire jó ez a csillag térkép itt mögöttem, mire jó a csillaggömb, a holdgömb. Aki űrhajós szeretne lenni, számukra is tudnak újakat mutatni. Mi ennek a szépsége, hogy tudná motiválni a gyerekeket erre? A csillagász szakmának is nagyon sok szépsége van, nagyon sokféle területe is van. Van, aki inkább a fizikával határos területeit szereti, van, mondjuk ez talán a többség, de valójában a földrajzal, sőt, hát azt szoktuk mondani itt, hogy a csillagászat az a tudomány, ami szinte mindennel érintkezik, a művészetekkel éppen úgy, mint a kémiával, a biológiával, bármivel. Ez a csapat pedig már a Munkácsy Mihály Általános Iskola 5. osztálya, akik az épület legtetején található planetáriummal kapcsolatban hallhattak érdekességeket a Terkán Lajos bemutató csillagvizsgáló munkatársainak közreműködésében. Érdekel téged ez a téma? Igen, érdekelnek a csillagok, meg a bolygók. Szoktál hullott csillagokat nézni össze? Igen. Láttál is már sokat? Hát már hullott csillagot még nem, de a göncölszekeret, kismedve, nagymedve, azokat már igen. Ne felejtsd el, hogyha hullott csillagot látsz, akkor kívánni kell valamit, nem szabad senkinek elmondani, és akkor beteljesül. Mi az, ahova ide most feljöttetek, tudod-e? Hát ez a, ugye ez a nagy távcső, ahová, úgy tudom, hogy ez a nagy távcső, ahol lehet nézni a bolygókat. A jövő csillagászat iránt érdeklődő generációját nem árt időben kinevelni, de hogy ez a képsorokon is látható, a tematikus hétvégén kíváncsiságból nem volt hiány. A csillagvizsgáló szakkörének égisze alatt több mára már neves kutató nőtte ki magát, akik mindannyian kis bolygókat fedeztek fel és neveztek el az elmúlt években. Aki felfedez egy ilyen kis bolygót, annak a joga nevet adni. És ilyen módon, tehát Fűrész Gábor is, meg Sájneszi Krisztián is nevet adott több ilyen fehérvári vonatkozású kis bolygónak is. Tehát többet között a névadónk Terkán Lajos, aki a fehérvári csillagászati mozgalmat elindította
50-es évek végén, 60-as évek elején Hajmási József, őróla is van. Azon kívül van Alba Régia, mint ugye Fehérvár, Gábor szülővárosa, illetve Ibli neve is ott van az égen, az egyik kis bolygó viselje nevét. Ugye itt több hírességet is mondott már, akik ugye innen indultak, és a szakmájukban sikereket értek el. Ezért fontos, hogy ezt a tudást tovább örökítsék ugye a fiatalabb generáció irányába is. Hát ez így van. Mi itt a lehetőséget próbáljuk meg biztosítani annak, aki érdeklődik, akivel van neki spiritus, az itt megtalálja a lehetőséget erre. A csillagászat mellett az űrkutatás volt a rendezvény másik fő témája, hiszen 11 év után az Európai űrügynökség ismét űrhajósokat keres minden tagországból, így most először hazánkból is várnak jelentkezőket. Aki tehát kicsit is otthon érzi magát a témában, ne habozzon. Irány a csillagos ég. Okostanteremmel gazdagodott az István Király Általános Iskola. Az iskola diákjai mostantól korszerű digitális eszközök segítségével sajátíthatják el az egyes tantárgyakhoz szükséges tudást. Búcsút intek mindennyiüknek, nyomkodom a billentyűket. Mozi, színház, másnak adom. Nekem mindig van programom. Az István Király Iskola tanulói verssel és énekkel adtak hálát mindazoknak, akik a széleskörű összefogásnak köszönhetően hozzájárultak ahhoz, hogy mostantól a hagyományos mellett a legkorszerűbb eszközökön keresztül tanulhassanak az intézményben. Hullik a sárga virágpor, fönn meg a felhők szállnak az égen. A képes program támogatóinak célja, hogy a város egyre több iskolájában legyen ilyen terem. Az a célunk, hogy minden iskolában legyen egy ilyen okostanterem, és a hagyományos oktatási modell mellett ez az élmény pedagógia is meg tudjon jelenni, és megjelenjen az a gondolkodásmód, amit ez a terem jelent. Ez nem csak új, modern, 21. századi korszerű technológiát, eszközparkot eredményez ugyanis, hanem a pedagógusok felkészítésével azt is szeretnénk formálni, amit szemléletnek hívunk. És nyilván itt csapatmunka, nem frontális oktatás, és ami nagyon fontos, hogy nem informatika óra, hanem matek óra, kémia óra, biosz, vagy éppen magyar, vagy éppen nyelvtan, vagy éppen nyelvismeret, alapvetően egy teljesen más környezetbe. Ez nem kiváltja a hagyományos oktatást, hanem kiegészíti azt, és ebben a legnagyobb kincse az erre felkészített tanár, ami ennek a programnak szintén része. Köszönet azoknak a pedagógusoknak, akik az egyes iskolákban ezt elindítják, felvállalják, és az érdeklődő, izgatott diák, aki bejön ide, érzi, hogy valami másként történik, valami mást kap másképpen, és más tudásanyaggal tud innen és élményekkel is innen kimenni. Mi elindítottuk a Szénatéren, most már itt vagyunk az István Királyban, hamarosan a Munkácsi suliba is átadásra kerül, és 2022-ben folytatjuk a programot. Nagyjából egy 15 millió forintos összeg egy terem. Az fontos, hogy ez nem csak a terem speciális kialakítását, az eszközöket, bútorzatot jelenti, hanem ebben van egy ösztönző program az ebben a programban résztvevő pedagógusok irányába is. Ez így együtt adja azt, hogy itt nem önmagában eszközökről van szó, hanem egy módszertanról van szó, aminek a lényege soha nem az eszköz, hanem a legfontosabb eleme mindig is az ember. A felnőtt tanárként és a gyerek diákként. Az intézmény igazgatója örömét fejezte ki, hiszen, mint fogalmazott, a digitális eszközök segítségével játékossá és szemléletessé tudják tenni a pedagógusok mostantól az egyes tantárgyak tanítását. Nagyon örülünk a lehetőségnek, tehát, hogy a képes program keretén belül mi kialakíthattuk az okostermet. Két és fél éve vágyik a szívünk rá, és amikor legelőször polgármester úrék, illetve tankerületigazgató úr mondta, hogy a képes program keretében lehet majd erre pályázni, akkor feltétlen szerettük volna. Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon arra gondoltunk, hogy a gyerekeknek az egyes tantárgyakat ezen eszközök segítségével támogatjuk meg a tudástartalmakat. Azt, hogy játékosabbá tenni, szemléletesebbé tenni, az eszközöknek a használatát megtanulni, de nem csak a gyerekek, először nekünk kell megtanulni,
és azt hiszük, hogy a jövő fél évben már a belső továbbképzésen is majd túl leszünk, és akkor igazából birtokba vehetik a gyerekek. Most nem azt mondom, hogy nem, csak még egyelőre módjával birtokoljuk ezeket a dolgokat, még mi is tanulunk. Nagyon fontosak itt a robotika, megjelenik a robotika, megjelennek a bíbot az egyik oldalon, társasjáték, és egyéb, tehát maga a tabletnek a használata összekötve az okostáblával, és ezek mind nagyon sok olyan drága eszköz van, aminek a használatát nem csak nekünk, hanem a gyerekeknek is majd az órákon együtt megtanulva tudunk ebből profitálni. 2013-ban indult el a képes program az egyik fehérvári vállalat kezdeményezésére. Azóta a támogatók sora kibővült, mára már 23 partner segít abban, hogy a jelen generációjának képzése modern körülmények között folyjon, és mindebben örömüket lejjék a diákok. Emellett az önkormányzat és a székesfehérvári tankerület is partnere az összefogásnak, az Alba Innovár pedig szakmai tudással és eszközökkel támogatja a programot. Én nagyon hálás vagyok személyesen is ezért, hogy ez a program létrejöhetett. Két évvel ezelőtt megkerestük a város vezetését, polgármester urat, akkor előadtuk a koncepciónkat, aminek a lényege az, hogy hogyan tudjuk elsajátítani a tényleges digitális kompetenciát a tanárokban, mert anélkül, hogy a tanárokban nincs meg a digitális kompetencia, nagyon nehéz elvárni azt, hogy a gyerekeknek ők ezt átadják. Tehát annak egyik része az, hogy az alapfeltételek meglegyenek. Ma a képes programnak köszönhetjük azt, hogy itt az István Király Általános Iskolában az alapfeltételek megvannak, ami nem csak akár a szimbólumként létező asztalokról, meg egyéb digitális eszközökről beszélhetünk, hanem amellett egy lényeges eleme a programnak, hogy ösztöndíj rendszert tudtunk kialakítani a tanároknak, és folyamatos 10 hónapos mentorálásban van részük, és felkészítjük arra, hogy teljes biztonsággal, magabiztonsággal tudják használni a különböző digitális technológiákat, szoftvereket, hardvereket arra, hogy a gyerekek hatékonyabban tanulhassák, és itt fontosat mondok, nem csak az informatikát, hanem a magyart, a történelmet, a matematikát, a biológiát, fizikát, és így tovább az összes tantárgyat. Elsajátítassák a gyerekekbe azokat a képességeket, amik később elengedhetetlennek számítanak majd akár a társadalomban, vagy akár a gazdaságban megélhetőséghöz. Azaz csapatmunkát tudjanak végezni, mentálisan erre felkészültek legyenek, egyénileg tudjanak dolgozni, dönteni, képesek legyenek dönteni, és ezt mind-mind ezeknek az eszközöknek, szoftvereknek a segítségével meg tudják majd, a képesek lesznek rá a tanárok, és azt gondolom, hogy ez a harmadik ilyen program most Székesfehérváron, és talán már jövőre észre fogják venni a számaikba, tehát például az, hogy még jobban szeretnének idejönni a tanárok tanítani, vagy még több gyerek fog jelentkezni a nap végén, de legvégén a szülőknek a hálájával fognak remélhetőleg találkozni, és a gyerekeknek a hálájával későbbiekben. Nagyon fontos, hogy ez a program nem helyettesít más beruházásokat, tehát amit az önkormányzat vagy egyéb más cégek támogatásából okostantermek vagy felújítások el tudnak végződni, azok el is végződnek. Ez inkább kiegészíti, tehát a képes program kiegészíti ezen kezdeményezéseket, és ezért inkább a koordináción van már a hangsúly. Tehát a lendület megvan, 23-an vagyunk, én úgy gondolom, hogy 2-3 cég biztos, hogy csatlakozni fog idén is, és megyünk tovább. Az ünnepélyes átadáson bemutatták az eseményhez hirdetett rajzpályázaton legjobban szereplő alkotásokat is, melyek fő inspirálói természetesen a robotok voltak. Az ötlettől a megvalósításig. A következő percekben 3 gyönyörű adventi koszorú elkészítését sajátíthatjuk el az Art Studio képzőművészeti szaküzlet vezetőjének segítségével. A koszorúk története, hogy a keresztények közül az evangélikusok kezdték el ezt, mint hagyomány, összekötendő a hétköznapokat, a civil életet és a templomi életet, a díszítés, a várakozás és a szeretet a család egységéről szól a koszorú.
azért van 4 gyertya, mert a hétköznapokat a piros színű gyertyák jelentik a 4 hét vége felé, és az 1 a lila vagy rózsaszín a legnagyobb ünnep a karácsony napján meggyújtandó gyertyánk. Ez lesz az első mai munkánk. Vesszőkoszorú hungarocel golyóval és filc dekorációval. Én mindig az anyagra teszem a ragasztót, hogy könnyebb vele úgy, a legkönnyebb úgy dolgozni vele. Kész, ez már rögzül is. Egymáshoz is rögzítem, hogy áthelyezhető legyen a koszorunk. Felváltva helyezem el a gömböket, hogy a divatos szóval élve rusztikus legyen. Piros szélű almákkal fogom még dekorálni a szélét, a legszélét. Ezt is lehet nagyon könnyen ragasztani. Az illata az most már érződik. Hát kérem, ez 2 perc alatt elkészíthető. Egyszerűen, ha színeket összepasszítjuk, akkor nagyon előkészületet se igényel, és mindenki képes ezt elkészíteni. Anyuka a gyerekkel, a nagymama az unokával, most még teszek rá egy kis csillagánist. Ez is a látvány miatt kell, az illat az maga a csoda. Még hozhatnék rá fehér, hófehér csipkét, levágom és masninak fogom díszíteni. Megmutatom, hogy kell masnit legegyszerűbben. Ráhajtom, ráhajtom, és így középen rögzítem. Készen van a karácsonyi csipke masni. Most már csak fel kell ragasztani, és kész. Mindig forgatjuk a koszorút, megnézzük a szimetria oldaláról, és természetesen a rögzítés, hogy egyben maradjon szépen. És kész. Kész. Mostani koszorúhoz hungarocell alapot készítettem, műszört, levágom a szükséges méretet, és elkezdem felragasztani. Mert az első ponton, hogyha rögzítem, akkor sokkal könnyebb lesz vele dolgoznom. És csak könnyedén feltekerem a karikára. A vége felé is rögzítem, és kipótolom még egy kis darabbal, kész is. Teszek bele piros gyertyákat, így, és megint természetes anyaggal díszítem. Szeretem felhalmozni, talán úgy még jobban mutat, és teszünk rá színben hozzáillő más jellegű termést. Szükség van még egy békés karácsony feliratra. Ezt is rögzítem. Egy fakarikával kezdünk, és kis karácsonyfákat teszünk rá. Ide fogom ebben a sorrendben elhelyezni. Középen lesz a legnagyobb, rögzítem is rögtön, teszünk egy ezüstöt is, hogy a karácsony csillogása jól látszódjon, és mivel jön a hideg idő, teszünk sapkát mellé, de lehet, hogy rá a karácsonyfára. Ide ragasztjuk a feliratot, és itt az akasztó, amivel könnyen tudom rögzíteni a plafonra például, vagy a lámpáról tudnám függeszteni. Hát kérem, ez elég hamar elkészült, kiegészíthetem egyéb piros-zöld díszekkel, és kész is van. És ezzel elkészítettük a karácsonyi térbefüggeszthető dekorációnkat. Ma a legegyszerűbbekkel kezdtünk, de az Art Studio művészellátó és kreatív üzletben
mindent hosszan, részletesen megmutatunk, folyamatokat végigvisszük, elmagyarázzuk, ahol mindent beszerezhetnek az ünnepi készülődéshez. Art Studio, kreatív művészellátó. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, jöjjenek hozzánk vásárolni! Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!